Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy különleges vendéget ajánlok figyelmükbe, kedves nézőink. Vendégünk Székesfehérvár vendége, Marton Bernát, ciszterci szerzetes, pap és tanító. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok, köszönöm. Köszöntöm azért, mert itt van velünk Dallasból, otthonról hazajött, ha úgy tetszik. Igen, az ember sose tudja, hogy itthon vagy otthon van itthon. Hiszen egy csodálatos életút áll ön mögött, és nagyon-nagyon fontos, hogy erről mi is beszélgethessünk, hogy megtudhassuk mindazt, ami önnel történt az elmúlt 60 esztendőben, hiszen szinte pontosan 60 esztendővel ezelőtt, 1956. november 20-án vette nyakába a világot. De először azért essék szó Budapestről, hiszen Budapesten született, Budapest volt az otthona, a Nagy Boldog Asszony út. Igen. Milyen volt az élet a Nagy Boldog Asszony úton? Hát erre édeskeveset emlékszem, illetőleg egy kicsit, nagyon érdekes módon egész kiskoromra emlékszem, mikor még karonülő voltam, és édesanyám vitt be a misére, és ez a légitámadás alatt történt. És erre emlékszem, hogy karonülő csecsemő voltam, és anyámnak hát ugye ki kellett menni, és emlékeim között világosan ott van, hallottam a szirénázást, és utána pedig széjjel foszlottak, az emlékek ott megszűnnek. Egy másik emlékem is van, nagyon beteg voltam, anyám mondta, hogy majdnem meghaltál, fiam, és ez is a Nagy Boldog Asszony úton történt. Itt is lehettem körülbelül másfél-két éves. Általában az ember nem szokott ilyenekre emlékezni, de nekem bevillannak. Aztán miután onnan elköltöztünk a városi házakba, onnan is emlékszem néhány kis mozzanatra, ahogy a Muki vonat jött, és a fűtőbácsi, vagy hát nem is tudom, hogy hívták, mindig levette a kalapját a Muki vonatnak, és akkor nekem ott integetett. És ott kinéztem az ablakon, és mindig vártam a Muki vonatot. Úgyhogy ilyen kedves emlékeim vannak gyerekkoromról. Miként nőtt fel egy kisrác a második világháború után, hiszen ez alapvetően meghatározta nyilván a mindennapokat is. Nagyon nehéz életünk volt, ugyanis mi elhagytuk a fővárost az ostrom alatt. Szüleim csaloküziek, tehát a rokonság is ott van, és az a döntés született meg, hogy a lányok, öten voltunk testvérek, három fiú, két lány. A édesanyám, a két lány és jó magam, mi elmegyünk Csalóközbe. Úgyhogy az ostromot, hát elmenekültünk az ostrom elől. Utána, mikor világossá vált, hogy ugye a vörös hadsereg nyomul tovább nyugatra, akkor mi a németekkel együtt a magyar és a német, hát nem tudom, a hadseregnek nem igen lehet mondani, az a néhány száz, aki akkor még megmaradt, akkor mi mentünk, vonultunk vissza Németországba, egészen eljutottunk. Ez is érdekes, emlékszem egy kis falucskára, ott úgy hívták, hogy Kolmitzgraben. Úgyhogy utána megnéztem a térképen, tehát tudom, hogy odáig jutottunk el. És akkor az összeomlás megtörtént, akkor mi visszajöttünk. Apám itt maradt, egy bátyám volt, aki már ciszterci volt, és volt egy másik bátyám, ő pedig Levente volt, és őt behívták katonának. Ő aztán gyorsan, sikeresen eltávozott a kötelékből, és éjjelenként gyalogolva egy ilyen földművesnek öltözve vasvillával a hátán hazajött. És érdekes módon, megint ez szinte gondviselésszerű, senkinek nem történt semmi baja. Úgyhogy amikor visszajöttünk, megérkeztünk 46-ba, akkor hát a lakásunkban nem tudtunk visszamenni, hiszen belövést kapott. Úgyhogy édesapám kerített egy kertes házat Nagytétényben. És akkor ott kezdődött el az, amire én már nagyon jól emlékszem. 47. január 1-től fogva pontosan tudom, hogy melyik évben mi hol voltunk, mit csináltunk, hova jártam iskolába, hányszor kellett elköltözni, ilyen szempontból.
Egy hittel élő családban nőtt fel. Ez fontos volt az ön számára? Hát bizony. Én, hogy úgy mondjam, anyateljel szívtam magamba a hitet, hiszen édesanyám és édesapám mind a kettő nagyon hívő lélek volt. Idősebbik bátyám, mint említettem, már 43-ban, amikor leérettségizett a Szent Imre gimnáziumból, akkor azonnal belépett a ciszterci rendbe. Úgyhogy hát arra is emlékszem, hogy amikor ő fogadalmat tett, és az volt, tehát 43-44-ben, akkor én 3 éves voltam, akkor elmentünk Zirce. És ott is szintén arra emlékszem, hogy megint anyám karjába tartott, és elmentünk az ő fogadalomtételére. Tehát ez volt egy kis bevillant emlék, aztán amikor ő hazajött meglátogatni minket utoljára, miután őt Endrédi Vendel apát úr és több fiataljával együtt mondta, hogy menjenek nyugatra, hiszen apát úr tudta, hogy a rendet fel fogják oszlatni. Úgyhogy a bátyám 47-ben ment nyugatra, Ausztriába. Úgyhogy ezek a kis mozzanatok, ezek világosan állnak szemem előtt. Fontos is volt, mert amikor én innen 56-ban elindultam, anyám azt mondta, fiam, keresd fel a bátyádat. Ugye 1956. november 20-át írunk. Előtte nyilván már megvoltak azok az előkészületek, hiszen 15 esztendősen másodikas piarista, gimnazistaként már nyílt az ember, félig meddig felnőtt. Hogy készült egyáltalán az útra? Mi bírta rá, hogy elinduljon? Hát ez valóban mi gondoltunk, és mikor azt mondom, hogy mi, hát barátaink vannak ilyenkor. És nekem is volt néhány nagyon jó barátom, volt egy különösen, egy Nemes Nándi nevezetű osztálytársam, akivel együtt jártam iskolába, az elemibe, és Nándival gondoltuk, hogy mondom, te Nándi, mi lenne, hogyha mi megpróbálnánk nyugatra menni. Ez teljesen csak a saját szakállunkra. Ilyenkor még nem volt, ekkor még nem jött semmi a szülőktől, vagy pedig máshonnan. És persze hát azonnal elvetettük, hát ez hülyeség, ez nem lehet, mi túl fiatalok vagyunk erre. De amikor tényleg megszületett a döntés édesanyám részéről, akkor én elmentem a Nándihoz aznap este, kopogtattam az ablakán, és mondom, Nándi, én megyek, hónap reggel jössz, azt mondja, várjál, megkérdezem anyukámat. És akkor anyuka nem engedte meg. Nehéz szívvel hozták meg ezt a döntést? Ez egy kérdés számomra, hogy hogyan merte egy olyan anya, aki borzalmasan szeretett, és szinte egyke voltam, mert 10 évre születtem a nővérem után, hogy volt képes erre az elhatározásra, hogy ahhoz, hogy a fiának meglegyen minden a jövőjében, mert hiszen Magyarországon nem lehetett volna, apám rendőrtiszt volt a Horthy rendszer alatt, úgyhogy ez osztály ellenes, vagy osztály idegen, én nem is tudom már minek hívták, de az, hogy anyámban megvolt ez a hit, hogy engem elküld, hogy keresd fel a bátyádat. És egy olyan, az ő elhatározása volt, ami számomra is teljes mértékben a mérvadó volt, és hát hosszú hónapokon keresztül, nagyon sok problémán keresztül menjek Amerikába, maradjak Európába, hiszen én véletlenül Svájcba kötöttem ki, nem oda akartam menni, de ott kötöttem ki, és de nekem mindig az volt édesanyám parancsa, fiam, menj, keresd fel a bátyádat. Volt-e valami kapcsolata a távozásának 1956-hoz? Hiszen azt gyermekfővel megélni, a forradalmat, azt hiszem, hogy az egy mindenféleképpen nyomot hagy az ember. Azon a bizonyos keddi napon, amikor hát ugye elkezdtek a dolgok, a fejlemények kirobbantak, akkor
gyalog mentem a Mikszáth Kármán térről, és nagyon jól láttuk, mert a fizika labor az pontosan rálátott a rádió állomásra. És úgyhogy akkor ott láttuk, hogy ott nagy mozgolódás van, de hát én mentem haza. És ahogy mentünk haza, hát ugye a 47-essel, illetve akkor 49-essel mentünk a Móricz Zsigmond körtér felé, akkor már láttuk a felvonulókat. És akkor nem tudtam, nem értettem pontosan, hogy mi is lesz itt, de valami volt a levegőbe. De én akkor hazamentem, Budafokon laktunk, és nem gondolván semmire, hát megpróbáltam a házi feladatomat csinálni a következő napra, viszont akkor a bátyám, aki mindig nagyon pontosan és rendesen jelent meg, egy lakásban volt két család, nem érkezett meg. És akkor már egy kicsit éjfél után jött haza, és tulajdonképpen szinte felzilálva azt mondta, egy forradalom tört ki Budapesten. És akkor onnan tudtam meg, és akkor már hallottuk a lövéseket. Budafokról nagyon jó, fönn voltunk a hegyen, és nagyon jól hordott a hang, és akkor már lehetett hallani a lövéseket. És akkor én másnap reggel, ugye ez szerda volt, megint, hogy anyám hogyan engedte meg, mondom, édesanyja, beszeretnék menni a városba, megnézni, hogy mi van. Anyám, aki idáig nem engedte, hogy focizzak, mert attól félt, hogy megsérülök, azt mondta, csak vigyázz magadra, és gyere haza ebédre. Úgyhogy akkor én gyalog Budafokról bementem a Fehérvári úton, aztán a Móricz Zsigmond körtéren, ott akkor már harcok voltak. Akkor elmentünk a Bartók Béla úton, átmentem a Szabadsághídon, elmentem egész a Kálvin térig, mert be akartam menni az iskolába. De ott akkor innamba szállt a bátorság, mert nagyon közel voltak a lövöldözések, és akkor már vértócsákat láttam a földön, úgyhogy mondom, nekem itt semmi keresni valóm nincs. Anyám azt mondta, vigyázz magadra, úgyhogy akkor megfordultam. Akkor gyalog mentem visszafelé, akkor láttuk az orosz hadsereg szállítókat, és akkor jöttek a Szabadsághídon. És ahogy jöttem hazafelé, akkor jött három tank jött föl a Fehérvári úton. A Hengermalom útnál lehetett látni, ott volt egy szolgálati sín, és oda betoltak néhány vagont eléjük. A három tank beszorult, mögéjük föltépték, hát én nekem nagyon kevesen, igazából nem, nagyon kevés jutott, de mögéjük egy barikádot emeltek, és akkor megpróbáltak szót érteni a katonákkal. Ezt eltartott egy darabig, Csákánnyal kiukasztották hát ezek nem benzin van, hanem olajtartályuk, úgyhogy akkor kifolyott belőle az olaj, és akkor láttam, hogy a tank fölemeli az ágyút, és így forgatja körbe, és felénk fordította. Akkor nekem innenben szállt a bátorság, és én elrohantam, és akkor hazamentem. Tehát közrejátszott mindenképpen. Hát igen. November 20-a, reggel 7 óra van, Budafokon, a Templom téren, a trafóállomás mellett. Atyám, mi volt az utolsó gondolata, mielőtt útnak indult? Elmegyek, meggyónok, megáldozok, mert nem tudom, mi történik velem. Mindenre el voltam készülve. És ez egy olyan érdekes érzés volt, hogy nem féltem, és nem is voltam izgatott, hanem bizonyos hittel, hogy nekem minden el van intézve. Ugyanis a bátyám, tulajdonképpen neki kellett volna elmenni a családjával, de gyerekek megbetegedtek, tehát nem mehettek, és ő már megállapodott egy jó barátjával, aki ismerte a határt, hogy ők mennek együtt, de mivel a gyerekek lázasak voltak, én mentem. És annyira bíztam a bátyámnak az intézésébe, úgyhogy azt mondta, hogy menj de a trafóállomás mellé, és 7 órakor ott lesz egy házaspár, és azok téged szépen kifognak majd vinni a határhoz. Oda mentem, megjelent egy házaspár,
Én köszöntem nekik, és az volt a kérdésem, na akkor hogyan menjünk? És akkor próbáltunk stoppolni, mert annak idején hát ugye a üres teherautók ugye hozták az élelmet a falukról, üresen szoktak visszamenni, illetve menekülőket vittek, de nem állt meg egyik se. Úgyhogy akkor az én ötletem volt, hogy próbáljunk vonattal menni. Persze nem tudtam, hogy akkor nem közlekedtek a vonatok. De mentünk, Budafokon van egy kis állomás, és jött egy vonat. És felszálltunk a vonatra, azért ide Fehérvárra. Na most, hogy elővételezzem, ez a házas pár, akit én összeszedtem, ez nem az a házas pár volt, akit a bátyám elintézett. Ugyanis azok megijedtek, és nem mentek el. És ezt én nem tudtam 8 éven keresztül. Én azt hittem, hogy az én kedves Laci bátyám, akit én hát ajnároztam, ő nekem mindenem volt, mert 14 évvel idősebb volt nálam, repülősöknél volt, katona, szenzációs pofa. Hát a Laci bátyám nekem mindent elintézett. És amikor először találkoztam bátyámmal, és akkor meg akartam köszönni neki, hogy jaj, te olyan szépen megcsináltál mindent nekem, szépen elegyengedted az utamat, és akkor azt mondja, várj egy kicsit. Azt mondja, na most ülj le. Hát ültünk ugyan, de az azt jelentette, hogy most valami nagyon-nagyon fontos jön, és akkor azt mondja, te... Az a házaspár, akit te összeszedtél, annak halvány gőzük nem volt, hogy te ki vagy, mert akivel kellett volna menni, azok nem mentek. Na most ezt ő, Laci bátyám úgy tudta meg, hogy másnap reggel kiment a kertbe, és látta az illetőt kapálni. És azt mondja, hol van az öcsikát? Azt mondja, halvány fogalmam nincs, nem ismerem az öcsikédet. Mire a bátyám hát borzalmasan megijedt, és tulajdonképpen azért ijedt meg, mert nem tudta, hogy anyám hogy fogja ezt mind megemészteni, hogy így mondjam. És azt mondja, te nem utasd magad addig, amíg valamit meg nem tudunk. A megállapodás az volt, hogy én üzenek a Szabad Európán keresztül. Most itt is egy érdekes jelmondat volt, és a jelmondat az az volt, hogy lábasmester üzeni, hogy minden rendben van. Hogy aztán miért volt lábasmester, azt is csak később tudtam meg, ugyanis ez az illető, aki nem ment, de kellett volna, hogy menjen, ez a Zománciában dolgozott, és ő lábasmester volt. Tehát a lábasmester, az én lettem hirtelen, lábasmester üzeni, hogy minden rendben van. De nagyszerű történet, ezt egyébként Somjó György a maga meséiben ezt úgy írta le a valószínűtlenséget, mint hogy valaki véletlenül megy ki egy vonat elé, amire véletlenül szállt fel az, akinek egy másik vonattal kellett volna érkeznie. De viszont a történet így igaz és valóságos, ugyanakkor folytassuk, hiszen Bécsbe került. Bécsbe nem. A menekültáborba, nem. Vagy nem. Még nem? Nem, Bécsbe soha nem voltam. Svájc? Svájcból? Forgassuk vissza. Nem tudom elmondani, nem érdemes elmondani az egészet, hogy hogy sikerült a határon keresztül jutni, de ott is egy csomó véletlennek a sorozata történt, de sikerült átkerülnünk, és mi átértünk Burgenlandba, ahol minket fölvettek, tehát egy lajstromba tették a menekülteket, és a Nemzetközi Vöröskereszt az intézte a dolgunkat, minket bevittek Güssingbe. Ez volt az első nagyobb város, Németújvár, és akkor onnan, hát jöttek, menekültek, azok áramlottak, azok állandóan jöttek, tehát Güssinget ki kellett üríteni, a korábban érkezőket el kellett máshova szállítani, úgyhogy akkor minket különböző kis falvakba tettek. Az egyik falu rögtön az elején egy Stegersbach nevezetű kis falucska volt, nagyon kedves, horvátok. Az egész falu horvát. És az öreg úr, a Leopold Radanovics, tudott magyarul, mert hiszen még ő monarchia alatt született, és akkor még hát ott Burgenlandban, hát az még Magyarország volt ráadásul, úgyhogy tudott magyarul. Úgyhogy ezeknél ők különböző helyeken voltunk elhelyezve. Mi a
jaj, bocsánat, kérek, nem jutna az eszembe a neve. Kocsma. Kocsma? Kocsma. Tehát fogadó jelleg? Fogadó. Igen, egy kocsmával voltunk először elhelyezve. Először földön aludtunk, a másik este akkor összetoltunk székeket, ott aludtunk, és akkor harmadik nap a Frau Radanovics jött a két lányával, hogy ő valakinek fog adni, legalább néhány éjszakára fog adni menedéket. És akkor a lánya, fiatal lány, 16 éves, Micinek hívták, még mindig él, egyébként találkoztam vele nem régen, azt mondta, hogy mama, ezt vigyük, és akkor rám mutatott, és akkor 3 éjszakát náluk töltöttem. Nagyon megszerettem őket, nem is akartam őket elhagyni, de hát kellett menni tovább. Akkor egy ferences kolostorba tettek bennünket, Forróba. Forróba 2-3 napig voltunk, onnan áttettek bennünket egy sporttáborba, Schillaiten nevezetű sporttáborba. Jó volt, rendben voltunk, rengeteget játszottunk, pingpongoztunk, és egyébként naplót vezettem. Van egy 328 oldalas naplóm, és minden nap beírtam, hogy dátum, hol vagyunk, és mit eszünk. Számomra az, hogy volt ennivaló, és hogy finom ennivaló volt, hát ez mindennél fontosabb volt, mert idehaza éheztünk. Nem volt türelmetlen? Hát, hiszen a cél mégiscsak Amerika volt a bátyja. Igen. Ekkor még nem voltam türelmetlen, mert ekkor még a mechanizmus még működött. Tehát minket vittek egyik helyről a másikra. És tehát, hogy Ausztriából minél gyorsabban menjenek a menekültek tovább. Na most innen kerültünk mi Grazba. A Graz egy gyűjtőtábor volt. Több ezren voltunk. Én úgy emlékszem, 2000-en voltunk. Egy istálószerűségbe, szalma volt a földön, az emberek egymás hegyén, hátán, férfiak, nők együtt. Én azt mondtam, én innen elkerülök olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudok. Az áldatlan körülmények ilyenkor megerősítik az embert? Bennem azt a elhatározást indította el, hogy innen gyorsan el kell, hogy menjek. És akkor már összebarátkoztam, 4-en vagy 5-en lehettünk, és akkor az egyik fiú azt mondta, gyerekek, megy egy vonat Nyugat-Németországba délután 2-kor. Fölsorakoztunk, megy Nyugat-Németországba. Föliratkozunk. Másik jött, azt mondja, a Svájcba megy egy vonat reggel 10-kor, vagy 11-kor. Gyorsan, akkor megyünk Svájcba. És így kerültem én abba a sorba, 100 embert vittek, én a 96. voltam. Úgyhogy én a svájci vonatra szálltam föl, megint véletlenül. Ha tudtam volna, az Egyesült Államokból is voltak ott, és ha nem tudom én, egy sarokkal tovább megyek ott a gráci, nem is tudom, hogy hívják, iroda helységeket, akkor következő nap én már Amerikában lehettem volna. De én véletlenül Svájcba kerültem. Na most Svájcba is, hát először Német-Svájcba voltunk, utána Francia-Svájcba, legtöbb helyen kaszárnyákba voltunk. És a Francia-Svájcban, Lausanne-ba, egy kaszárnyába, hát azt hiszem 25-28-an lehettünk egy szobába. És a legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt semmit, nem tudtunk semmit se csinálni. Tehát az unalom fölvetett bennünket, kártyázni lehetett, és én akkor elkezdtem nyelveket tanulni. És várni. Hát és várni. És én még állandóan, hogy én Amerikába akarok menni. Akkor már bátyámmal fölvettem a kapcsolatot, és ő akkor nekem már írt a Vöröskereszten keresztül, hogy tudom, hogy itt vagy, és azt is tudom, hogy nem sikerült azonnal jönni Amerikába. Azt mondja, várnod kell, mert 60 ezret engedtek be, de az már betelt. És ez már, már decemberben, sőt már januárban volt. És csak azt mondta, hogy hát várjál, várni kell, és legyél türelmes. Hát nekem nagyon nehéz volt türelmesnek lenni, mert állandóan, folyton azt írtam, annyira várom már, hogy Amerikába mehessek. És kértem a bátyámat is, hogy tehát tegyél meg mindent,
hogy minél hamarabb kikerüljek hozzá. Ilyenkor születnek barátságok? Igen. Én voltam az egyike a legfiatalabbaknak, 15 éves volt. Volt egy másik, aki 16 éves volt, egy Imre nevezetű, aki aztán ott maradt Svájcban, elveszettem vele a kapcsolatot. De ez is érdekes volt, nekem van egy kis noteszem, és a noteszben minden a szobatársamnak a neve benne van, és még az aláírások is benne vannak. De nem tudom, mi történt velük. Amikor felszámolták ezt a kaszárnyát, akkor a fiatalokat, tehát a 15 és 20-21 év közötti fiatalokat átvittek szintén egy Francia-Svájcban, egy Mont-Rion nevezetű kis, hát ez egy szép kis, hát egy villa volt fönt a hegyekbe, amit asztmás gyerekeknek tartottak fenn a nyáron, és mivel ez tél volt, ez most január és február, akkor ez üresen állt, és a Vöröskereszt ezt kibérelte, és akkor ezeket a fiatalokat ott helyezte el, ameddig el nem tudják őket helyezni családoknál. És akkor én ott voltam hát néhány hónapon keresztül. Akkor onnan szedett föl engem egy genfi ügyvéd. Itt is lábjegyzetként, hogy mondjam, én nem tudom, azt se tudtam, hogy mert mondta nekem a franciául, hogy ő avoká, hogy tudom, hogy mi az, hogy avoká, hallom föl, fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy avoká, hát az ügyvéd. És akkor ő engem elvitt magához. Na most ez az ügyvéd arról volt híres, aztán később megtudtam, hogy az algériai függetlenségnek ő volt az egyik előmozdítója. Az Evjani Egyezménynek tulajdonképpen ő volt a megteremtője. És még egy másik nagyon érdekes dolog, ez is csak úgy véletlenül elejtette nekem, és azt mondja, hogy 1917-ben az ő családjuk, akik Zürichben laktak, befogadtak szintén egy menekültet. És annak a neve Vladimir Iljics Uljanov volt. Máshogyan úgy hívják, hogy Lenin. Náluk lakott. A Lenin náluk lakott, és ez az ügyvéd, ez tulajdonképpen egy kicsit olyan a baloldali eltolódású illető volt, és mondom, hát ez olyan érdekes, hogy mondom, az, akik Lenint befogadták, most, mit tudom én, 40 évvel később, most nem befogadják ezt a fiatal fiszkót, aki a kommunizmus elől menekül. Hát ugye ott is csomó nehézségek voltak, eltanácsoltak, visszavettek, megint eltanácsoltak, és hát végtére is sikerült belekerülnöm a következő 6000-be, amit az amerikai kongresszus hát megint engedélyt adott, hogy bejöhessenek. Tehát New York, New York. New York, New York. Mi fogadta New Yorkban? Hiszen angolul nem beszélt, amennyire tudom. Ó, tudtam, hogy yes, no, és how do you do? De ezzel az ember nem jut el túl messzire. Bátyámnak meg kellett volna érkezni New Yorkba. Nem volt ott. Hogy miért, hogyan, nem tudom, mi történt, és én nem tudom, vagy elfelejtettem megkérdezni, vagy nem volt, merszem megkérdezni, hogy miért nem jöttél. De én leszálltam a repülőgépről, a New York, hát először is, illetve mi meg se érkezünk, nézem az órámat, akkor már volt órám, reggel 10 óra, tök sötétség. 11 óra még mindig sötét. És akkor még nem tudtam, hogy időeltolódás van. Tehát akkor még nem 10 óra volt, hanem még csak reggel 6 óra, vagy reggel 5 óra volt. De megérkezte, hát elrepültünk Manhattan fölött. Hát én néztem le, egyébként egy TWA Super Constellation repülővel mentem, és a Vöröskereszt egy első osztályú jegyet fizetett ki nekem. A 9A volt az ülésem, nagyon jól emlékszem rá, és néztem le, és szinte csipkedtem magamat. Mondom, ez nem igaz, ez nem lehet igaz. Mert az ember nézi fölülről a felhőkarcolókat, hát ez egy olyan, hát ez is nem repültem még soha.
És utána pedig, hát tudtam, hogy Amerikában vannak felhőkarcolók. De hogy azok hogy néznek ki fölülről, azt én nem tudtam elképzelni. És akkor megikeztünk, leszállok. Én nagyon el voltam veszve. Annyit tudtam, hogy volt egy papír a kezemben, és az volt ráírva, hogy St. George Hotel, Manhattan. És akkor egy fiatal ember odajön, és megkérdezi tőlem magyarul, hogy segíthetek-e. Hát mondom, hát persze, hogy segíthet, mondom nekem, a St. George Hotelbe kell megérkeznem, és a bátyámnak itt kellett volna lenni, de valamilyen módon nem érkezett meg. Jó, azt mondja, akkor töltsük ki a papírosokat, kitöltötte nekem, taxit hívott, kifizette a taxit, de mielőtt beültetett volna, én megkérdeztem, és mondom, hát ön, hát hogy a csodába, hogy maga tud magyarul? Hát azt mondja, én ugyan arab vagyok, de Budapesten a Műszaki Egyetemen tanultam, és ezért tudom magyarul. És kifizette a taxit, és eltűnt. A mai napig nem tudom, ki volt. Az őrangyalom. Csak 1957. december 30-án. Igen. Egy nyüzsgő világvárosban, igen, felhőkarcolók árnyékában megérkezett, igen, Marton Bernát. Igen. Hát akkor még nem voltam Bernát, akkor még Antal voltam. Akkor Marton Antal. Bőzanyám, bőzanyám. Egy 17 éves. Akkor már 16, közel 17 éves magyar fiú, egy tinédzser. Bizony. Azt mondta, hogy itt a helyem. Nem. Addigra már megtanultam franciául. És tulajdonképpen nekem nagyon-nagyon nehéz volt Svájcot elhagyni. Mert addigra már beleszoktam, iskolába jártam, értettem a nyelvet, barátokra tettem szert, és akkor ebből megint csak úgy kitépni, megint a gyökereket szinte eltépni, és megérkezni egy teljesen új világba. És annyira új világ, hogy például rögtön az első este, tehát még elmondom, hogy hogy találkoztam a bátyámmal, mert ez is nagyon érdekes. Tudtam, hogy a St. George Hotelben negyedik emeletre kell menni, és akkor ott megértettem magamat azokkal az illetőkkel, hogy ki vagyok, mit akar, át volt a papír a kezembe. És akkor megjelent a bátyám. Az viszont nagyon érdekes volt, ugyanis egymásra néztünk, és azonnal fölismertük egymást, annak ellenére, hogy ő engem nem látott 10 éve, hát úgy szintén, de viszont, amikor legutóbb ő Magyarországon volt 47-ben, akkor az én másik bátyám az úgy nézett ki, mint én most. És számomra ugyanez történt, mert az a bátyám, aki nem ment el, annak idején pontosan úgy nézett ki számomra, mint az a másik bátyám, akit én 47-ben láttam utoljára. Úgyhogy öcs és bátyon keresztül fölismertük egymást. És hát akkor ott töltöttük ugye a szilvesztert, kimentünk a New York Times Square-re, ott fogadtuk 1958-at, és hát én csak úgy szívtam magamban mindazt, ami ott volt, de azt hittem, hogy álmodok. És akkor még bennem újság hatásával, hát még minden nagyon-nagyon új volt és érdekes volt, de akkor még nem tudtam, például bátyám elvitt vacsorázzunk. Hát mondta, hogy biztos fogod szeretni a sztéket. Hát ugye az a igen, pompás. Hát szerettem is, de kértem, hogy hozasson nekem kenyeret. És hát hoztak kenyeret, ami hát egy ilyen vattaszerűség volt, és mondom, te mondd meg neki, hogy kenyeret hozzon. Hát azt mondja, ne haragudj, ez a kenyér. És akkor mondta, a bátyám mondta ugye a pincének, hogy tudja mit, süsse meg, csináljon nekem tosztot. És akkor hát az volt a kenyér. De hát az ízek mások voltak, az illatok mások voltak. Coca-Colát nagyon szerettem, azt már ittam Svájcban, úgyhogy abból elég sokat magamhoz vettem. És akkor, mivel a bátyám tudta, hogy Dallasba lesz elhelyezve, mert akkor kezdődött a kolostorunk, azt arra megállapodásra jutott ő és az előjárója,
hogy hát nekem az lesz a legjobb, hogy ott találnak számomra egy családot. Tehát irány Texas? Irány Texas, irány Dallas. És akkor megérkeztem Dallasba, ez január 4-én volt, és akkor engem elhelyeztek egy családnál. Egy gyerektelen családnál. Én azt hittem, hogy fú, olyan öregek, lehetek legalább 45 évesek. És jó is volt, meg nem is, hogy a néni gyönyörűen beszélt franciául. Tehát én azonnal tudtam vele kommunikálni, annak ellenére, hogy én nem tudtam semmit se angolul. De a probléma az az volt, hogy a férje, aki egy tagbaszakadt jó texasi farmer-szerűség volt, hát mivel ő nem értett egy szót se franciául, véleményem szerint meg volt győződve, hogy mi, amikor mi beszélünk, akkor ő róla beszélünk. És végeredményben féltékeny lett. És mindenféle dolgot kitalált, és hát eléggé megnehezítette az én életemet. És a vége az lett, hogy akkor eltanácsoltak. Mikor kezdett hozzá folytatni a tanulmányait? Hiszen ez egy fontos pillanat volt, mégpedig azért, hiszen tudjuk, hogy íve volt a történetének. Azonnal. Tehát megérkeztem január 4-én, azon a hétvégén, és engem azonnal beirattak egy államiskolába. Egy elég, hát elég gyatra, hogy így mondjam, a színvonalinek nem érte el a piarista iskolát, amit én annak idején egy évvel azelőtt itt hagytam. Tehát, amikor beirattak, matematikával semmi bajom nem volt, mert már többet tudtam egy év kiadása után, mint amit ők vettek. Angolból volt egy nagyon érdekes megoldás, ugyanis egy svéd nemzetiségű úriember volt az angol tanárunk, aki valamelyest tudott franciául. És ő elhatározta, hogy ő engem megtanít angolul franciáról, viszont ennek ellenébe én meg őt tanítsam meg franciául. Úgyhogy az angol órának a fele azzal telt el, hogy ő nekem szépen legépelte az órának az anyagát, és én pedig megcsináltam ugyanazt neki franciául. De most volt még egy másik. Rengeteg véletlen. Történetesen volt ebbe az iskolába egy kanadai lány. És az kanadai lány Quebecből volt, aki franciául tudott. Úgyhogy őt fölfogadták nekem, mint titkárnőmet és tolmácsom. Úgyhogy az első néhány nap, legalább 2-3 hétig, ő állandóan jött velem, és mindig ő fordított nekem. És amikor már sikerült eléggé megtanulni, egyébként naponta 100 szót bemagoltam. Mindig írtam magamnak a fontos szavakat, megtanultam, 50-et általában elfelejtettem. Nagyon fontos kérdés, hogy mikor volt az a pillanat, amikor már tudta, hogy mi szeretne lenni. Tehát a hivatás választás pillanatai. Segített a bátyja önnek ebben? Igenis, meg nem is. Ez még elég, még jóval később történt. Én mindig tanár akartam lenni. Már itt Magyarországon is, és én biológia tanár akartam lenni. De amikor, hát még a történet az még folyik tovább, ez a család is eltanácsolt a végén. Bekerültem még egy másik családba, ott 6 gyerek volt. Onnan is eltanácsoltak a végén, más probléma volt ott. Utána, hát ugye leérettségiztem a dallasi jezsuita iskolából, már maga az is, hogy hova tegyenek engem, mikor fölvettek jezsuitákhoz, azt akarták, hogy kezdjem első gimnáziumba. Hát mondom, hát ez lehetetlen. Akkor 22 éves lehet. És ilyen felnőtt Hát nem lehet. Hát akkor már majdnem 19 éves voltam, 18 voltam. Akkor már elmúltam 18, amikor a jezsuitákhoz jutottam. És akkor hát sikerült rábeszélni az igazgató atyát, hogy engedjen engem, hagyd próbálkozzak, és sikeresen megtörtént. Leérettségiztem,
egyetemre jelentkeztem, fölvettek a Dallasi Egyetemre, ahol nagyon sok ciszterci atya már akkor tanított, mert hiszen ők azért jöttek le Dallasba, hogy segítsenek a püspöknek megalapítani ezt az egyetemet, ezt de a katolikus akkor még egyetemet. Mindig biológia tanár szeretett még volna. Mindig biológia tanár akartam lenni, és csak biológia tanár, és semmiféle ciszterci, mit tudom én, micsoda. Nos, itt akkor hát akkor belém ütött valami. Rögtön ott az első évben, mondom, nagyon sok ciszterci atyá volt kapcsolatom, bátyám akkor már oda költözött. Ugyanakkor, mikor föl is hoztam neki ezt az egész gondolatot, hogy te mit gondolsz, azt mondta, az ne legyen mérvadó, amit én mondok. Ha azt mondta, nagyon szívesen venném, de ne azért legyél ciszterci, mert én az vagyok. És ezt szinte eltanácsolt engem, hogy ne is gondolj rá. Tehát, ha magadtól megcsinálod, akkor nem bánom. És akkor ez így történt. Milyen volt a noviciátus? Nagyon nehéz. Egyedül voltam, és a novicius mesterem az megpróbálta ugyanazt a noviciátusi előírásokat tartatni velem, amit itt csináltak, még 20-an voltak. És hát szerintem egy csomó hülyeséget csináltatott velem, de én azt szinte boldogan megtettem, mert hát mondom, most akkor én teljesen fel akarom magamat áldozni, sőt nem is tartottam eléggé keménynek. Tehát például olyan dolgokat, hogy a fő bejáraton nem volt szabad bemennem. Mindig a hátsó bejáraton kellett. Az ágyamon csak aludni lehetett, nem lehetett ráülni, vagy pedig hát a sziasztázni lehetett, de a sziasztáznak is meg volt egy bizonyos ideje. Az ablakon nem volt szabad kinézni. És csak a hátsó bejáraton lehetett fölmenni az emeletre. A többi atyával nem volt szabad beszélgetnem. Kivéve a bátyámmal, de ott is az is meg volt állapítva, hogy mikor és mennyi ideig. Tehát teljesen egy nagyon kemény noviciátust kellett, hogy megtegyek, és ezt megtettem. Nem kellően tudatos volt, de valóan átgondolta, hogy hogyan lehet megtanulni felelősségteljesen viselkedni noviciusként, és majd később szerzetesként. Tehát ez jól átgondolt döntés volt, vagy volt-e olyan pillanat, amikor úgy gondolta, hogy talán mégsem? Kettő volt. Az egyik, amikor úgy döntöttem, hogy ez nem elég kemény számomra. Én még sokkal többet szeretnék, és azt gondoltam, akkor nem megyek trappistának, akik reggel kettőkor kelnek, nem beszélnek, nem esznek húst, stb. A másik pedig az volt, hogy hát ez nem nekem való, ezt én ott hagyom, és elmegyek tengerésznek. Ez mind a kettő bennem volt. Először az egyik, utána meg a másik véglet. És akkor ebből a két végletből, tehát a tézis-szintézisből kijött az, hogy nem, hát a legjobb az lesz, ha megmaradok, tartom azt, amit nekem előírtak, a Szent Benedek regulájába, ami ott benn van, az nagyon is okosan, és a Szent Benedek borzalmasan, hogy is mondjam, nagyon nagy lelkű, amikor ő előír dolgokat, és nagyon jól ismeri az emberi természetet. És hát emellett kötöttem ki. A pálya évének egy fontos mozzanata az az 5 esztendő plusz 1, amit Rómában töltött. Mit él meg egy Amerikából érkező, részben már amerikai Rómában? Hiszen az örök város a kereszténység bölcsője más, mint ugye. Ez is egy nagyon érdekes kis mozzanat. Ugyanis engem Rómába nem úgy vettek, mint egy amerikai, hanem úgy vettek, mint egy magyar. Ugyanis akkor akik 56-ban már zugnoviciusok voltak, tehát tőlem 5-6 éve idősebbek voltak, ezek nagyon megállták a sarat, és nagyon-nagyon jó tanulók voltak, és nagyon megbízhatóak voltak. Tehát például annak ellen, hogy akkor én már amerikai állampolgár voltam, amikor beiratkoztam a Sant Anselmóra, és kitöltötték nekem a kis Libellus Studiorum, abba beleírták, hogy nemzetiség Hungarus.
nem amerikainak voltam elkönyvelve, hanem magyarnak. És ez tulajdonképpen nagyon jó szolgált nekem. Mert meg voltak győződve, hogy még egy magyar, ez is nagyszerű, ez is okos, ez is tudja, hogy hogy kell a dolgokat csinálni. De ez így is volt egyébként. Hát az is történt, szóval nem akarok túlságosan. Na mindegy, hagyjuk. De szóval nem mint amerikai voltam elkönyvelve, jó lehet, voltak amerikai barátaim a bencések között, mert hiszen a Szent Anselmus egy bencés intézmény, és ott nagyon jól összejöttem az amerikaiakkal. De hát az kemény volt az is, mert a zsinat alatt volt mindez, és kevesen voltunk. Elkezdtünk, lehettünk hanyan 12-en, 13-on az én első évemben, de utána aztán lement az 3-4-re, és aztán a végén az megint kicsit följebb jött. De én ott azt úgy vettem, én most azért vagyok itt, hogy én teológiát tanuljak, és a többi engem nem érdekel. Egy kicsit sem bántotta, hogy Cambridge helyett Rómát kellett választania? Nagyon. Csak azért nagyon. A nézőknek elmondom, hiszen erről nem nagyon. Esett szó, hiszen önt felvették a Cambridge-i egyetem. Bizony, bizony. Igen, ugyanis nekem még akkor még mindig biológia tanárnak kellett volna lennem, és az apátom akkor már apát lett, akkor a kolostor fölemelték apátsági nívóra, akkor ő nekem azt, tehát az úgy volt, hogy miután az ember elég teológiát vesz, sőt, még egy évet kaptam, hogy ledoktoráljak, egy évben betelt a doktorátus, utána még kaptam volna még két évet, hogy egy profán szakból megszerezzem magamnak a képesítést, ami biológia kellett volna, hogy legyen. És akkor mondta, hogy fiam, hát akkor nézz körbe, Amerikába, Kanadába, Európába, ahol te találsz magadnak egy olyan helyet, ahol különösen filozófiát, teológiát össze lehet valamilyen módon kapcsolni a biológiával, evolúció, stb. Ilyen. Hát jó. És akkor én találtam magamnak Cambridge. És fölvette Cambridge-be, meg volt már a lakásom, és meg volt minden, és kb. Két hónappal az iskola kezdet előtt kaptam egy hírt, hogy jössz haza, osztályfőnök vagy, és francia tanár vagy. Ugye azért azt mondjuk el, hogy az osztályfőnökség teljesen mást jelent, mint Magyarországon, hogy valaki egyetlen egy osztályt, és mondjuk egy esztendőn át, hiszen itt 8 évet jelent. Ezt mi szépen importáltuk Amerikába. Mi ezt megteremtettük, és most már vannak olyan iskolák, akik a... Ismét, igen. Ismét. És a mi iskolánk, amikor hát megalapították 62-ben, akkor már ezzel az elképzeléssel, hogy osztályfőnök, és az osztályfőnök pedig megy tovább velük végig. Tehát én akkor tudtam, hogyha én kapok egy osztályt, az az enyém lesz legalább 8 évig. És amikor engem kineveztek az első osztály osztályfőnökének és francia tanárnak, hát kétségbe voltam esve. Én csak beszéltem franciául, de ennek semmi képesítésem nem volt. És akkor mondta az apát, akkor majd megtanulsz franciául. Úgyhogy akkor jelentkeztem, egy Dallasban van egy másik egyetem, ott akkor fölvettek a francia karra, és akkor 3 évig jártam. Hát általában, hogy 2 héttel később letanítottam ugyanazt, mint amit én vettem föl az egyetemen. És akkor lediplomáztam franciával. Hogy tanult meg tanítani? Hát az olyan, úgy mondják angolul, hogy swim or sink. Tehát beledobják az embert a vízbe, és akkor vagy elmerül, vagy pedig megtanul gyorsan úszni. Hát ez így történt. Szerencsére... Hát nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt a mi tanítási képzettségünk, viszont mivel egy új osztályt kaptam, a gyerekek nem tudták, hogy én nem tudom, hogy én mit csinálok. Tehát együtt tanultuk meg. Sok problémánk volt az elején. Mert jó lehet, hogy akik elindították az iskolát, hát ezeknek volt már tudták, hogy hogyan kell tanítani, de magasabb fokon. Gimnázium felső osztályban, az egyetemen. De nem tudták, hogy 10 éves gyerekekkel foglalkozni. Együtt lépték fel a lépcsőket? Bizony, együtt léptük a lépcsőket. És hát az első osztályom, amit 1968-ban kezdtem el, hát
ők megtanítottak engem, hogy ők tanítani. És akkor együtt szépen mind a ketten leérettségiztünk, hogy így mondjam. A nemzetiségek hogyan viszonyultak ahhoz a rendhez, ami a ciszterci rendre általában jellemző? Tehát a magyar, számtalan magyar pedagógus paptanár volt ott. Itt nem értem egészen pontosan, a nemzetiség, hogy milyen nemzetiségű diákjai voltak. A diákok nemzetisége. Hát ugye nem akartunk magyar iskolát alapítani, mert nem lett volna elég diák, hanem egy olyan iskolát, amit az amerikaiak is nagyon tudnak értékelni, mert hiszen olyan tanárok jönnek majd ide, akik tudják, akik már Magyarországon is pompás pedagógusok voltak. Ilyen szempontból hát tényleg tudtak is nagyon sokat, de hát azt nem tudta, azt nem lehet megtanulni, hogy hogyan kell egy pajkos 10 éves kisfiúval zöldágra vergődni. Úgyhogy ezt együtt tanultuk meg. És emiatt hát ugye amerikai gyerekekkel foglalkoztunk, és hát nagyon sok borsot törtek az orrunk alá. Vekő valljam. És megdühösítettek nagyon sokszor. Hát most már, hogyha visszagondolok, most már 49 éve tanítok, úgyhogy most már csak ránézek a kölökre, aztán többet nem is kell mondani, de akkor nagyon nehéz volt. És hát mondom, egymástól tanultunk. És hát voltak olyanok a magyarok közül, akik hát nem voltak sikeresek. Inkább sikeresek voltak az egyetemi színvonalon. Úgyhogy emiatt csak azok tanítottunk a gimnáziumba a fiatalabbak, akik még jobban hozzá tudtak alkalmazkodni, hogy tényleg mi is könnyebben, tanulékonyabbak voltunk. Szapiencia? Bizonyám. Ugye kétszer is, tehát osztályfőnök volt. Az osztályfőnökség egymást követte, aztán igazgatóhelyettes lesz. Ez mindenütt rang. De mit jelent egy pedagógus számára, ha nem közvetlenül osztályfőnökként oktat? Amerikában mit jelent? Dallasban? Számomra a igazgató helyettes, sőt még egy igazgató voltam, nem lehetett rangot. Nem, egyáltalában nem. Féltek tőlem jobban, mint annak előtt, mert tudták, hogy hát olyan elhatározások, vagy hogy olyan dolgok tőlem függenek, hogyha valami nem sikerül, de én soha nem éreztem magamat úgy, hogy most én magasabb pozícióban vagyok, mint a többi. Ami nehéz volt, amikor megtettek igazgatónak, tovább kellett tartanom az osztályfőnökséget is. És ezt nem ajánlom senkinek se. Sőt, még egy másik dolgot, amit nem ajánlok, miután az ember lemond az igazgatóságról, akkor menjen el onnan. Akkor legalább egy évet kuss neked. Mert nagyon nehéz a tanári karnak a volt igazgatót úgy kezelni, hogy te most már senki vagy. És nem is kezelik úgy, mint egy senki. Óhatatlan. Ez egyszerűen óhatatlan. Úgyhogy ilyen szempontból, ha valaki megkérdezi a véleményemet, hogy hogy kell megcsinálni az áthidalást, az új igazgató mit csináljon, az első az, hogy az előző igazgató menjen a fenébe, ne legyen ott. Mert ez mind a kettőnek sokkal könnyebb. Magyar nyelven született. Igen. Gyönyörűségesen beszél most is magyarul. Közben ott van az angol, a francia. Igen. És a latin. És az olasz. És az olasz. Hogy őrizte meg, atyám, a gyönyörűséges, szép beszédét? Hát úgy, hogy először is nagyon vigyázok, hogy soha ne használjak idegen szót, ha az magyarul is létezik. Második, annak ellenére, hogy nem szabad a kolostorba magyarul beszélni egymás között, ha ketten-hárman összejövünk és elmegyünk kirándulni valahová, azért miatt csak magyarul beszélünk. Nagyon-nagyon fontos a nyelvet folytatni tovább, és hogy olvassak. És olvasok, és például hát ugye kedvenc olvasmányaim, Egri csillagokat most már 7-szer vagy 8-szor elolvastam, mindig elolvasom. És mindig talál benne valami? Mindig találok valami újat, de aztán már egy csomót, hát tudom, hogy két gyerek fürdött a patakba, az úgy kezdődik, aztán
Hát vannak más kedvenc olvasmányaim is, amiket szintén magyarul olvasok. Van egy nagyon-nagyon szép, véleményem szerint egyik a legszebb regényeknek, egy A.J. Cronin nevezetű úriember, aki a magyar fordítás, a címe az Résztábla a kapu alatt. Nagyon-nagyon szép, és nagyon sokszor elolvasom. És a Robinson Crusoe. Ezt a három könyvet, ezt van sokszor olvasom, hogy már betéve tudom őket. És emiatt valahogyan sikerült megőrizni a magyar nyelvet. Igen, hiszen mást ad a gyermeknek már, mint a Robinson Crusoe, mást a fiatalnak. Hát hogyne, mindig találok benne. 1968-ban jött haza először. Igen. Ugye? Mi fogadta itthon? Hogy hiszen pici, csak milyen, 12 esztendőt el. Hogy milyen pici Magyarország. Ez volt a legnagyobb, annyira meglepett. Hát ugye, mert azért, mert én megnőttem. Tehát amíg az ember kicsike, akkor minden mást olyan összefüggésbe hoz, hogy amikor én ekkora voltam, akkor nem tudom, én a kredenciám magas volt, most már nem olyan magas, most már sokkal kisebb. A másik szürke, az emberek nagyon is boldogtalanok voltak, és nagyon nehéz volt. De még, hogy elmondhassam, amikor elhatároztam, hogy visszajövök, akkor amerikai állampolgár voltam, bementem a római magyar követségre, és ott személyesen kértem beutazó és kiutazó vízumot. És ott nagyon érdekes az volt, hogy először is leültettek, majdnem, mint hogy így, és azt is mondták, hogy hova nézzek. Az egész természetesen fő volt véve. És akkor azt mondta, hát most nem tudom, kivel beszéltem, nem hiszem, hogy nagykövet lehetett, valami konzul vagy valaki, és azt mondta, hogy tudjuk, hogy nagyon fiatal volt, amikor elment Magyarországról. Nagyon kérjük, legyen szíves, legalábbis próbálja Magyarországon maradni, mert ilyen fejekre van szükség nekünk most Magyarországon, mint maga. Szép szavak. És akkor mondtam, köszönöm a bókot, megértettem, de jelenleg csak azt szeretném, hogy engedjék, hogy bemenjek, és engedjék, hogy kijöjjek. És ez meg is történt. Utána gyakoriak lettek a látogatásai. Legalábbis hát az elmúlt időszakban feltétlenül. Milyen kapcsolata van egyébként a dalaszi kolostornak, a ciszterci rendnek a zirci apátsággal, a főapátokkal? Mivel egy kongregációhoz tartozunk, ez egy nagyon is szoros kapcsolat. Nekünk az zirci főapát az elöljárónk. Tehát amikor minden három évben meg kell, hogy látogassa a mi kolostorunkat, akkor a zirci főapát úgy jön, mint a mi elöljárónk. Hála Istennek, mi nagyon jól vagyunk utánpótlásilag. Rengeteg a fiatal, 16-an tanítunk az iskolában. És most a dallasi apát, aki nekem tanítványom volt, megengedte, sőt nem úgy megengedte, hanem meghagyta nekem, hogy te, ha egyszer most már odamész, tegyél meg mindent annak érdekében, hogy valamilyen módon a hivatások mégiscsak kezdjenek előjönni valahonnan. Hát mondom, te tudod, ez igazából ez a Szentléleknek a munkája. Én más nem tudok csinálni, mint megérkezek, viselem a fekete-fehéret, és egy hatalmas mosolyt teszek a képemre, és látják azt, hogy én egy megelégedett, boldog, normális ciszterci vagyok. Ennél többet én nem tudok tenni, és ha ez mágnes, akkor gyűjjenek. Már pedig mágnes. Beszéljünk egy olyan dologról, ami azt hiszem, hogy ritkaság. Nem a kora okán, hiszen kevesen tudják, sőt, kicsit tovább megyek, hadd legyek, hadd árulkodjak. Ugye ön egy Jackie-ben jött, a Jackie, a igen. Boston Marathon. Ó, tényleg? Tényleg az van rajta. Tényleg az van ezzel rajta. El is árultam félig a titkot, hogy ön
fut még hozzá ultra maraton, teljesítette a múlt héten Budapesten. Nem, sajnos ez nem sikerült. Az nem sikerült? Nem sikerült. Most viszont maratont már futott, mégpedig olyan ember lévén, akinek a nulláról kellett kezdenie. A nulla alattról? Igen. Nos, akkor beszéljünk egy kicsit a futásról. Jó. Látszólag a világ legegyszerűbb dolga futni. Főleg, ha megvan hozzá az elhatározás, ugyanakkor aki a nulláról kezdte, vagy ahogy ön fogalmazott, a nulla alól, ahhoz pedig ennél sokkal, de sokkal több kell. Akarat erő kell hozzá. Nos, miért kezdett el futni, atyám? Lemondtam az igazgatóságról, és legalább 20 kilót súlyban voltam. És akkor én elhatároztam, hogy ezért valamit itt kell tenni. És mivel ott volt egy nagyon jó sportpályánk, egy nagyon szép 400 méteres kör futópálya. Megpróbáltam. És akkor 100 méter sikerült. Aztán 200. Aztán 200, aztán 400, aztán 500, aztán még több. És akkor beneveztem egy 5 kilométeres versenyre. Sikerült megcsinálnom. És akkor szinte valamilyen megszállottság elkapott, hogyha én már tudok 10 kilométer, meg 20 kilométert futni, akkor beneveztem egy maratonra. 2 évre sikerült egy maratont lefutnom. És azóta, hát évente csinálom legalább. Ilyenkor az idő nem számít, semmiképpen sem. Viszont... Nem az, hogy az ember befejezze. Igen. Tehát, hogy kerek legyen a történet, önmagához mérten méri magát mindig időben. És komoly. És ez így van rendjén. Igen. Most hogy edz, atyám? Van azért még egy másik. Azért nem szabad csak az, hogy ne legyen cél. Kell, hogy legyen cél. És a cél nem csak az, hogy éppen hogy be tudjam fejezni, hanem azt úgy szoktam, mindig megnézem, hogy ezen a versenyen az első helyezett milyen időt fut. És ezt én úgy csinálom, ha, aki hát ugye nagyon jó kondiban ez az atléta, ha ő megcsinálja 2 óra 30 perc alatt, akkor én ennek a dupláját szeretném megcsinálni. Tehát, hogyha 5 óra alatt meg tudom csinálni, akkor én duplán boldog vagyok. Mert befejeztem, és 5 óra alatt megcsinálom. És ezt én próbáltam, hát hosszú időn keresztül sikeresen. Hát most már sajnos azért nem tudtam most 9-én futni, mert egy csúnya láb fertőzést kaptam, orbáncot kaptam. Értem. És az nagyon csúnya volt, és itt voltam Magyarországon, olyannyira, hogy átkölött, hogy vigyenek Amerikába, és ott gyógyították meg. Majd jövőre. Hát talán, nem tudom. Szívesen látjuk. Utána meg köszvényt kaptam. Figyelünk rá. Ugye októbert írunk most. Igen. Rövidesen emlékezünk. Emlékezünk 1956. október 23-ára, a forradalom kitörésének napjára. 2 emberöltőnyi távlat, 60 esztendő telt el. Ez pontosan annyi idő, amikor kényszerből úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot. Nagyon sok minden történt azóta. És tudom, hiszen mikor jöttünk idefelé, hogy ma is szívén viseli az 56-os történéseket. Mutatott nekem egy nagyon érdekes könyvet. Néhány szó essék erről, hiszen így kiderül, hogy ezt a jeles ünnepet, amire inkább emlékezni, mint sem ünnepelni szokás, Amerikában is figyelemmel kísérik. Ugye az, hogy a mi kolostorunk még mindig úgy van elkönyvelve, hogy a magyar kolostor, annak ellenére csak 6-an vagyunk, és ezt meg is tartjuk olyan szempontból, hogy minden hónapban van egy magyar mise. És 3-szor egy évben, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án tartunk egy, nem csak hogy egy magyar misét, hanem ezzel összekapcsolva egy ünnepséget. Mivel ez 60 éves, most itt egy elég nagy ünnepség van elővételezve, és nem csak magyarok jönnek. Ez a nagyszerű dolog, hogy mindazok, akik a magyarokat szeretik, mert hát felesége magyar, vagy a férje magyar, vagy pedig barátai, azok eljönnek. És délután 4 órakor lesz a mise, a magyar mise, és utána pedig lesz egy fogadás, és egy, hát egy
komoly magyar ételekből álló kis etetés és programok. És ezen a programon bemutatják a erre az alkalomra írott könyv sorozat, illetve nem, cikk sorozatok, amiket egy könyvbe tettek bele, angolul és magyarul, és 16 író, akik hát képesek voltak ehhez közben járni, ezek ott lesznek. És hát ez a könyv már megjelent, és az Amazonon lehet, meg lehet vásárolni. Figyelemmel kísérjük. Köszönöm szépen. Atyám, mit kívánhatok önnek? Magunknak azt kívánom, hogy jövőre vendégül láthassuk az ultramaratonin, adott esetben itt a Fehérvár Média Centrum stúdiójában, de önnek mit kívánjak? Sikert abban, hogy elöljáróimnak az óhaját valamilyen módon meg tudjam valósítani. Azaz, hogy a zirci apátság, a magyar zirci, magyar ciszterci rend valamilyen módon fellendüljön, és ebben nekem legyen valami része. Köszönöm szépen, megtisztelt, hogy itt volt velünk. Én köszönöm. Kedves nézőink, egy olyan beszélgetést láthattak, ahol egy olyan emberrel találkozhattunk, aki 1956-ban hagyta el Magyarországot, de ma is magyar, Tallaszban is. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!